De uncsiláltak már megint ezzel a fejkendővel, de nekem annyira tetszik, annyira szeretem őket, tök jól feldobnak egy ilyen kis egyszerű zoffot is. Sziasztok! A mai ez egy olyan videó lesz, amit eddig még nem csináltam. Olyan kozmetikumokról, sminkekről lesz szó, amiket azért vásároltam meg, mert a különböző YouTube-os videókban mindenhol ódákat zengtek róla, és nem tudtam nekik ellenállni. Nem csak olyan dolgok lesznek itt most, amiket imádok, ugyanis lesz néhány olyan termék is, amik nekem valami miatt nem váltak be. Mielőtt valaki megkérdezi, hogy mi ez a furcsaság a kezemen, van itt egy ilyen katicás raktapaszom, mert hogy a sütővel sikerült megégetnem a kezemet, és eléggé undi az a kisebb, úgyhogy jobbnak láttam leragasztani egy ilyen szuper cuki katicás raktapasszal. Úristen, remélem, hogy most nem bombázlak le minket. Valami nagyon hangos, valami elrepült itt. Tudjátok, most is nyitva van az ablak, de próbáljátok figyelmen kívül hagyni az agyokat, és koncentráljunk azokra a termékekre, amiket a YouTube miatt vettem meg. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék nektek, az a Batiste száraz sampon. Szerintem én vagyok az egyetlen ember, akinek ez a száraz sampon nem jött be. Én kizárólag ezt a fekete és sötétbarna hajra való verziót próbáltam ki, én más Batiste száraz sampont nem próbáltam ki, tehát én csak erről tudok nyilatkozni. Ugye ennek az lenne a lényege, hogy ez, mivel sötét hajra való, így nem ilyen fehér port szór a hajra, hanem elvileg sötét színű. Na most én akárhogyan és akármennyi ideig ráztam ezt a flakont, nekem nem sötét színű volt a cucc, ami kijött belőle, ugyanúgy nézett ki gyakorlatilag, mint bármelyik másik száraz samponom. Nem azt mondom, hogy egy borzalmas száraz sampon, de nekem olyan semmi extra. Nekem sokkal jobban bejön például az Oszti száraz sampon, és mivel ez a típusú Batiste száraz sampon nekem nem jött be, így őszintén szólva a többivel sem nagyon mertem próbálkozni, de ha ti próbáltatok már valamelyik másik fajtát belőle, és nektek bejött, akkor írjátok meg, mert lehet, hogy akkor felbátorlom és kipróbálok egy másik Batiste-t is. A következő palettákat szerintem senkinek nem kell már bemutatnom. Ezek a Naked paletták, az Urban Decay-től nekem a Naked 2-es van meg, a Naked 3-as, illetve a Naked Basic. Tele volt velük a YouTube évekkel ezelőtt, és hát én sem tudtam nekik ellenállni. A Naked 2-esben ilyen nagyon szép natúrszínek vannak. Kicsit vaciláltam is egyébként annak, hogy ezt vegyem meg, vagy az eredetit, de végül emellett döntöttem, és nagyon tetszik a színösszeállítás. Vannak benne matt színek, fényes színek, csillámos színek is. A Naked Basics-ben pedig határnyalat van, ebből egyetlen egy, ami fényes, ez a legvilágosabb itt a szélén, a többi pedig mind matt. Ezzel remekül lehet árnyékolni, satírozni, mélyíteni, füstösíteni, tényleg egy ilyen kis alappaletta, de én nagyon-nagyon szeretem. És a legutóbbi, amit pedig megvettem, az a Naked 3-as, amiben csodaszép, ilyen rózsaszínes, májvás árnyalatok vannak. Ez nagyon az én világom. Nem azt mondom, hogy mindegyik palettában tökéletes az összes szín, de nagyon-nagyon jó az Urban Decay szemfestékeknek a minősége. Van egy-két olyan árnyalat, ami kicsit porol, meg egy kicsit potyog, de szerintem annyira nem vészes, mert tényleg nagyon szépen pigmentáltak, nagyon szépen lehet velük sminkelni, jól el lehet őket satírozni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó befektetés, nagyon sokáig fogom tudni használni őket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy megvettem az Urban Decay Naked palettákat. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az a The Balm The Manizer Sisters 3-as kis arcpaletta, amiben benne van az ikonikus Mary Luminizer Highlighter, a Cind Luminizer pirosító és a Betty Luminizer bronzosító. A Mary Luminizer Highlighter, ó csajok, ez a highlighterek királynője. Most is ez van egyébként itt az arcomon. Egyáltalán nincsenek benne csillámok, hanem egy ilyen egyenletes, gyönyörű szép fényt ad. Mint hogyha az angyalok így elkezdenének énekelni, amikor ezt így felteszem az arcomra. Szóval tényleg szuper ez a highlighter, de én annó úgy voltam vele, hogy nem fog tudni elhasználni egy egész Mary Luminizert, így inkább emellett a 3-as kis paletta mellett döntöttem, és nagyon szeretem egyébként benne a pirosítót. A bronzosítót azt kevésbé szoktam használni, de így összességében ez a paletta szerintem isteni. Abszolút megéri az árát, hiszen 3 szín van benne, ezeket egyébként nem csak arcra használhatjuk, hanem akár szemfestéként is, úgyhogy én nagyon szeretem a csomagolása meg, hát könyörgöm, ultra cuki. Itt van aztán a MAC Prep & Prime Fix Plus arcpermet. Én már nagyon régóta szemeztem ezzel, hogy megveszem, de aztán mindig elfelejtődött a dolog, meg vettem más arcpermetet.
De Tati az egyik videójában nagyon áramzott róla, és akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor megveszem, és én is nagyon szeretem. Nem smink fixálásra használom, inkább a bőr előkészítésére sminkelés előtt, illetve sminkelés végén is szoktam fújni az arcomra, de inkább azért, hogy elvegye a sminknek a porosságát, meg hogy úgy szépen egybeolvadjon minden, és tényleg nagyon szeretem, nagyon finom permetet fúj. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a Soap & Glory Hand Food hidratáló kézkrém, amiről különösen a brit youtuberek áradoztak nagyon, és hát mikor karácsonykor voltunk Bécsben, akkor én is megvettem az egyik Douglasben. Ez egy elég nagy kiszerelés, mert hogy 125 ml, bár már elég sokat használtam belőle, de még így is rengeteg van benne. És egyébként tényleg egy nagyon jó kézkrém, mert nagyon jól hidratál, gazdag, sűrű, de mégis gyorsan beszívódik, akár a legszárazabb kezeket is rendbe tudja tenni, és ilyen kicsit édeskés illata van, de nem nagyon tolakodó. Van benne se avaj és se makadámia olaj, úgyhogy tényleg garantált a megfelelő hidratálás. Tényleg nagyon jó, de nem biztos, hogy ezért megéri azt az árat, amit kérnek érte, de nem tagadom, hogy tényleg nagyon szeretem. A következő termékre tulajdonképpen Essie Button beszélt rá, ez pedig a The Body Shop Honey bronzosító, ő áramzott róla nagyon sokat. És tényleg nagyon jó, mert ez egy nagyon természetes bronzosító, nincsenek benne csillámok, nincsen fénye, nagyon szépen el lehet dolgozni a bőrön, tényleg természetes napsütötte hatás lehet elérni vele, és mivel több árnyalatban is kapható, így szerintem mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább passzolót. A következő az egy olyan termék lesz, ami nekem nem igazán lett a kedvencem, és ez az EOS ajakbalzsam. Ez itt a mentolos, de én próbáltam belőle a mandarinosat is. Szerintem ezek túl vannak hype-olva, mert hogy egyáltalán nem érik meg azt a pénzt, amit kérnek értük. Persze nagyon cuki a csomagolás, meg hogy ilyen kis tojás, de abszolút átlagos a hidratáló hatásuk, tehát amikor nekem szárazabbak az ajkaim, azzal egyszerűen nem tud mit kezdeni. Nem azt mondom, hogy rossz, de egyáltalán nem kiemelkedőek ezek az ajakbalzsamok. Én nem vagyok oda különösebben értük, pedig ugye most már nálunk is lehet kapni őket, de abszolút nem érzek semmi fajta készítést, hogy vegyek még belőlük. A következő egy olyan termék lesz, ami sajnos megint csak nem kapható nálunk, ez a Maybelline Instant Anti-Age Effect korrektor, tudjátok, a kis szivacsos fejű, szuper, brutál jó korrektor, és tényleg az, tehát én is nagyon-nagyon szeretem, remekül el lehet vele tüntetni itt a szem alatti karikákat, vagy egy kicsit világosítani a szem alatti részt, jó a fedése, szépen el lehet dolgozni, nem ül bele a ráncokba, csak az az egyetlen hibája, hogy nem lehet kapni nálunk. Itt van még a L'Occitane mandulás testradír, amit Makeup by Tiffany D egyik videójában láttam, és esküdött rá, hogy mennyire, de mennyire jó ez a testradír, és lányok, ez tényleg valami isteni, az egy dolog, hogy jól radíroz. Annyira sűrű és gazdag a textúrája, hogy radírozás után nem kell testápolót használnom, pedig nagyon sok bőrradír után ugye húzódik a bőröm, meg ilyen száraz érzés van, na ennél nincsen ilyen. Igazi mandula illata van. Pedig én egyébként nem vagyok oda különösebben a manduláért, de ez az illat, ez valami brutál jó. Az egyetlen gond az vele, hogy iszonyatosan drága, de tényleg, tehát hogy ezt én csak így ünnepnapokon használom, vagy hát amikor valami különlegesebb alkalom van, vagy nagyon kényeztetni akarom magam, vagy lazítani, vagy nem is tudom, mert hogy tényleg nagyon drága, viszont cserébe tényleg nagyon jó, és egyébként gyönyörű ez az üveg, amiben benne van. Már gondolkodom rajta, hogy mire lehetne majd felhasználni, hogyha kifogy. A következő két termék az a Milánitól van, az egyik az a Milani szemhéj alap, amit Emily Noel videóiban láttam annó rengetegszer, és ő esküdött rá, hogy ez mennyire szuper szemhéj alap. Én is megvettem végül, és tényleg igaza volt, mert hogy a legtartósabb és legjobb szemhéj alap, amit valaha használtam. Nagyon picike kell belőle, nagyon sokáig elég, nem is tudom, hogy mikor vettem ezt, nagyon régóta megvan, és még mindig van benne, és mivel ugye tubusos, így nem szárad be, mert ugye a tégelyes szemhéj alapokkal sokszor az a gond, hogy idő előtt beszáradnak, mielőtt elfogynának, de ennél nincsen ilyen probléma. A másik Milani termék az pedig a luminózó árnyalatú pirosító. Ez egy gyönyörű barackos árnyalat, ami hihetetlenül szép fényt is ad a bőrnek, emellé még akár highlighter se kell. Én ezt kifejezetten így a tavaszi-nyári időszakban szoktam használni, mert egy ilyen nagyon üde, barackos árnyalat. Tényleg nagyon szeretem ezt a pirosítót, nem akarom tovább ragozni. Itt van még a Clinique Chubby Stick Highlighter,
Amire, hogyha jól emlékszem, Tati egyik videójában figyeltem fel, ő mutatott róla egy swatchot, és akkor eldöntöttem, hogy ez kell nekem, és a legutóbbi Glamour vagy Joy napokon már nem emlékszem, meg is vásároltam. Isteni ez a highlighter, ugye nagyon kevés ilyen stickes highlighter van, de ez azért jó, mert egyszerűen csak húzok ide egy csíkot, kicsit eldolgozom az ujjammal, és gyönyörű szép fénye van, nagyon szeretem ezt a kis krémes highlightert. A következő, amiről beszélni szeretnék, az a First Aid Beauty 5-1-ben arckrém, ami egy ilyen minden tudó kis krém, ugyanis van benne 30-as fényvédő, segít kiegyenlíteni a bőrfelszínt, táplál és hidratál, a finom ráncok elkendőzésében is segít, szóval nagyon sok mindent tud. Ingrid Nielsennél látom egyébként nagyon sokat ezeket a First Aid Beauty termékeket még annó, de az az igazság, hogy nekem nem igazán jött be. Valahogy nem akarja beszívni a bőröm, pedig nem egy ilyen túlzottan nehéz krém, de az van, hogy amikor felkenem a bőrömre, egyszerűen, ha keveset viszek fel, akkor is azt érzem, hogy hosszú ideig ott ül a bőrömön, és nem akar beszívódni, és valami olyan fullasztó érzés, mint hogyha elzárná a bőrömet a külvilágtól és a levegőtől. Pedig próbáltam nyáron, próbáltam hidegebb időben is, amikor szárazabb a bőröm, de nekem valahogy ez nem akart működni, lehet, hogy egy másik termék a márkától jobban bevált volna, de sajnos ezzel nem igazán vagyok elégedett. A végére hagytam a NYX Butter Gloss szájfényeket, amikkel annó rengeteg videóban találkoztam, és mindenki imádta őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy én is imádom őket. Azért szeretem őket, mert hogy színt is adnak az alkaknak, tehát ezek nem csak egy ilyen áttetsző kis halovány szájfények, hanem valóban van színük is. Most egyébként ezt viselem az ajkaimon, ez az Angel Food kék nevű árnyalat, és ez egy picit természetesebb, nude-abb szín, de ahogy láthatjátok, vannak élénkebb színek is. Egyáltalán nem ragacsosak, kellemes érzés őket viselni, hidratálnak, valahogy olyan teltebbek lesznek tőle az ajkak, szóval tényleg szuperek ezek a szájfények, és alig várom már, hogy megnyisson majd nálunk is a NYX Bolt, és akár ezekből is beszerezhessek még néhányat. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!